Pest megye 6-os számú választókerületének több településén is aláírás gyűjtöttek 2015. november 14-én az Európai Unió azon döntése ellen tiltakozva, hogy kötelező kvóták alapján osszák el a tagállamokba érkezett bevándorlókat. November 19-én Szada több helyszínén adta át az elkészült beruházásokat a település képviselőtestülete. A nap folyamán átadott fejlesztések összköltsége több mint 207 millió forint volt. November 14-én rendezték meg az őszi amatőr vízilabda tornát Kistarcsán. A versenyre ezúttal 9 felnőtt és 6 gyermek csapat nevezett. November 14-én tartották meg a szadai Székely Bertalan óvoda javára rendezett hagyományos jótékonysági bált. A bálból befolyt összeget az intézmény ebben az évben is nagyszabású fejlesztési tervek megvalósítására fordítja majd.